Sziasztok, sziasztok, így Zetta. Ez pedig itt ismét egy Star Dollars videó. Ma már a harmadik, vagyis a második a videó csatornámon a harmadik. Szóval ez most egy vöröses smink lesz. Remélem, hogy tetszeni fog nektek. Na, kezdjük. Akkor kiemelném maga a szememet egy szemceruzával. Így alul csak, max alul. Ó, de fekete. Wow. Jó, ez így. Na! Jó. Szempilláspirát mindig használok, tehát az nekem nincs olyan, hogy nem használom a szempilláspirát, hiszen ez nekem tök alap. Imádom a szempilláspirát, annyit tudni illik rólam. Rendítsek. Ide köv ennyi kell, így. Nem fogom kiúzni a cicásra, mert ez egy pont jó lesz. Jó, mivel fekete és vörös lesz a smink, ezért én most feketét használok a szememre. Vagy egy picit. Ideges, hogy így van. Ilyen közel vagyunk, és így. Hát nem lesz a legszebb sminke, és azt tudom jól, de ez így alakul. Jó, végül is feketés. Oh, de így távolabbra mégis csak jól néz ki, tehát így, mintha árnyékolásos lenne, látjátok. A szempillám igaz, hogy nem eszik, de az így járt. Egy kicsit, csak nagyon picurit. Tehát pont, hogy így látszódjon az arcom alján. Aha, jó. Rendben. Mivel vörös lesz maga a... Ez így hogy néz ki? Mint a Barbie-ba. De vörös lesz. Szerintem akkor választok egy másik szájat. Tehát ezt. Vörös lesz, ez jó lesz. Haj. Elegáns kéne, de azt nem ezt. Ja igen, meg hát így van haj. Mondjuk ez jól is állna hozzá szerintem. Hát valami olyat kéne, hogy be tudom tenni azt a kis rózsámat. Mondjuk be tudom tenni, de mindegy. Jaj, hogy néz ez ki. Úristen. Mindegy. Valahogy ez is tetszene nekem. Nézegettem sokfajta hajat egyébként. Ez nem is rossz, nem? Sőt. Ékszer. A rózsámat kérem ide. Ah, igen, van én. Forgassuk el egy kicsit. Fekete és vörös a témája magának a... Várja, már megnéztem, milyen smink van itt. Hát nincs vörös izém. De át tudom húzni. Várja, szürkítek rajta. És feketével átfényesítem. Várja, távol megyek, és akkor könnyebb lesz. Na, sal. Mindjárt kész is vagyunk. Főleg itt kell erősíteni a szint, és tadam! Voilà! Milyen beautiful lett, nem? Fájlatok! Itt még lent kevés. Rendben, és ment is. Lakosztály, és akkor öltözzünk fel. Így, aha. Most igazából igen, putér vagyok, szóval... Putér vagyok, mindegy. Rendben, fekete és vörös a témája, ezért felszek egy. Ez nagyon nem illik. Krom! Idegesítő, hogy... Istenem. Esetleg ez. Jó, az végül is rám passzolt. Ó, de cool leszek. Wow. Vörös. Váltok, a cipő az bezavar. De annyira, aj, de miért ilyen bénám van, megcsinálva maga ez az izés? Hát hogy néz ez így ki?
Szenvedni kell mindennel, gyerekek, mindennel szenvedni kell. Maxi szekrávoros kiegészítőket, az kész. Tadám. Vörös kiegészítők. Maga a vörös kiegészítő, tehát az... Az így jó, nem? Túlzás lenne egy ilyen? De akkor azt én el kell vinni, nem? Vagy egy picit? Fekete és vörös, de akkor ez így nem jó. Tehát ezt nem tudom. Megvan, hogy lesz, gyerekek. De ennyi, ne nyakamba tegyük a izét, légy szíves. De felveszek egy feketét. És akkor, hogy ne látszunk jót, ahol kilátszott az előbb is. Ez így lesz a vörös. Így. És mint a csikós lenne, várja, rá kell igazítani. Így jó lesz, nem érdekel. Miért ilyen bonzsa lábaim vannak egyébként? Te megkérdezhetem? Rendben. Ez a túlzás. Ami laza vörös kéne meg, hogy csak már nincs is több vörösem. Ja, már nincs is szerintem több vörös cuccam. Hát, kedves emberek. De, van, ezt van fel, ennek hátsó, amikor majd így lesz rajtam, olyan cuki. Azt úgy kaptam. Szóval emberek, ennyi volt ez a fekete és vörös. Hát ennél már tényleg nincs több ötletem, mit vehetnék még rá. Max még rádobok egy ilyen nyakláncot, egy ilyen csillogósat. Azt kész. Eztet. És készen vagyunk. Vagy ne? Készen valok. Tehát ám gyerekek, ennyi volt a fekete és vörös témájú. Smink és maga az öltözet is. Ez ilyen tangósan néz ki ezzel a rózsával, egyébként tényleg, a tangó. Jó, köszöntöm a megtekintést, írjatok hát játék neveket, vagy küldjetek linket, hogy mit akartok, hogy végigjátszak, mert tudni illik, gameplay-es vagyok, szóval ennyit van a videó. Gyertek, sztárdolatotok és eljöjjetek be, Miss Giuseppe a nevem, sziasztok!